Mészáros Dezső vagyok, a Timpanon Kft-nek a jelenlegi ügyvezetője és tulajdonosa. A cégről annyit, hogy 90-ben alapították, a tájévben dolgozó építőiparban tevékenykedő vezetők. Az idők során rengeteg városban elkészült épület van a nevük mögött, illetve nagyon sok olyan ismert épületet ők kiviteleztek, akik, vagy amik itt még mindig fent állnak, és mindig tartósan kiszolgálják az embereket. 2009-ig nagyon-nagyon szépen emelkedett, nagyon jól prosperáltak, talán a legismertebb építőipari cég, és most azt mondhatom, hogy Tolna megyében a legrégebbi, fennálló, fennmaradó cég. Erre nagyon büszke vagyok, ez, ha jól számolok, 32 éves volt márciusban, ami szerintem egyedülálló. Egy igen neves patinás céget sikerült átvennem, és én nekem a legnagyobb elismerés az, hogy fenn maradt ez a cég, és az, hogy most a város gondolt arra, hogy egy ilyen díjat kapunk, ez nem csak az én érdemem, hanem ennek mondjuk csak az egy harmada, mert ha az idő intervallumot nézem, akkor én kb. Az egy harmadát tudtam le még ennek a 32 évnek, viszont bízom abba, hogy arra az ismertségre, vagy arra a szintre ugyanúgy fel tudom tornászni, illetve fel tudjuk tornászni, mert ez nem az én érdemem, hanem nagyon jó munkatársaim vannak, tök jó a közeg, fiatalosak vagyunk, hál' Istennek én vagyok a legidősebb a cégnél, úgyhogy innentől kezdve a rugalmasság, az ambíció, a rátermettség az tényleg egy ilyen úgymond lendületes, és ezt nagyon sokan díjazzák és szeretik, és ajánlanak minket, visszajárnak ide, úgyhogy a legfontosabb az, hogy elégedett vevőim legyenek.